Köszöntöm nézőinket! Mai Örökségünk című magazinunkban a Vehikulum házba látogattunk Besenyszögre. Ez egy egészen érdekes, izgalmas, élettel teli intézmény. Mondhatnánk múzeum, ne valami sokkal több annál. A Vehikulum ház egy sajátos múzeum pedagógiai feladatokat is ellátó tagintézmény, és ez egészen különös, azt hiszem, hogy az országban talán ezen kívül még csak egy helyen van. Hogy működik ez? Ez az általános iskola tagintézménye. 2005-ben fenntartói döntés eredményeképpen jött létre ez a tagintézményi forma. A szakmai hátteret az iskolában dolgozó pedagógusok adják, maga a hely az természetesen egy külön épületben közérdekű muzeális gyűjteményként működő egység. Konkrétan a nevelők adják a szakmai hátteret, hiszen ezáltal a gyerekek mindennapi otthonává is vált ez az épület. Ők lakják be. Ha végigkövetjük a tárgyakat, akkor a gyerekek mind-mind ismerős eszközökkel találkoznak, mert az egyik fontos dolog, amit a foglalkozásainkon szem előtt tartunk, hogy ne csak nézzék, hanem tapintsák, készítsék és használják is a tárgyakat, vagy a tárgyak másolatát. Most az utóbbi időben egyre inkább igyekszünk azon, hogy Besenyszög régi mestereit, kismestereit, kézműveseit felkutassuk, és ezekre a tárgykészítőkre ráakadjunk, és a tárgyakat mi magunk is elkészítsük. S hogy ez valóban így van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy látogatásunkkor is ott járt egy osztály, és minden gyermek kedvére választhatott a tevékenységek között. Látom, te is hímzés mellett döntöttél. Miért ezt a tevékenységet választottad? Mert nagyon, nagyon tetszik, hogy sok szép dolgot lehet vele csinálni, színes dolgok, aztán ugye szép minták vannak rajta. Hímzés tevékenységét te próbáltad már valaha? Dolgoztál már tűvel? Próbálom legesleg először. És milyen? Hogy tetszik? Nekem nagyon tetszik eddig így, hogy így. Szerinted mikorra leszel kész ezzel a terítővel? Hát, biztos, hogy egy... Ahogy most így haladok, egy-két hét. És türelmesen végig fogod csinálni? Szerinted elkészülsz? Hát, szerintem igen. Hímeztél már koppány valamikor? Sose. És hogy tetszik a dolog? Nagyon. És miért gondoltad fiú létetre, hogy ezt neked érdemes kipróbálni? Hát, nem, sokszor mondták, hogy jó dolog. A múzeumpedagógiai oktatás fontos része, hogy a civil szervezeteket bevonjuk a munkába. Mert hogy idős emberek azok, akik átadják a régi tudást a gyerekeknek a tanítókon kívül. Így van, így van. Ebbe a hagyományos kismesterségektől kezdve teljesen a népi gyógyászatig minden bele tartozhat és bele is tartozik. Működik az településen nyugdíjas klub, kertbarátkör, hát ezeknek a tagjai zömmel idős emberek, akik olyan hagyományokat őriznek, amiket át lehet menteni. Fontosnak érzik magukat, ők is természetesen oda-vissza van ez a kapcsolat, hiszen a gyerek tanul, az idősebb ember pedig örül, hogy hasznosan tölti a napjait. Száll a madár ágról ágra, száll az ének szájról szájra. Már a nap is lemenőbe tüzet rakott a felhőbe. Mi tetszik éppen csinálni? Megmutatjuk, hogy hogy kell csinálni a csigát a gyerekeknek. Miért fontos a csiga itt Besenyszögön, mert tudom, hogy ennek nem akármilyen múltra visszanéző hagyománya van. Hát valamikor a lakodalmakba csináltuk, disznóvágásokra, nagy ünnepekre. Itt nálunk Besenyszögön a búcsú is nagy hagyomány, az olyan ünnep nálunk, mint a karácsony és a húsvét, és akkorra mindig csigát csináltunk, hogy a húslevesbe jó csigatészta legyen, és ez nagyon finom.
Hogy csinálod? Hogy készül egy ilyen csiga? Hát először is szétvágjuk ilyen kockákra, utána így keresztbe feltesszük, és felcsavarjuk. Marika néni elmesélte, hogy a csiga készítés régen is közösségi program volt. Épp úgy ülték körbe az asztalt az idősek, fiatalok, mint manapság a múzeumban. Az idősebb emberek, vagy éppen akik barátnőnknek a szülei disznóvágásra készültek, vagy éppen karácsonyra, és akkor kellett a csiga, akkor szóltak, hogy lányok ráértek-e, és akkor gyertek el, melyik este értek rá csigát csinálni. És akkor hozzákészülődtek, nappal sütöttek süteményt, kalácsot, hát süteményt a kelt kalács, fonott kalács, vagy éppen mákos hajtott, melyik mit tudott csinálni. És akkor, mikor elmentünk, nagyon örültek, mert 8-10-en összejöttünk, és akkor megcsináltuk a disznőlésre levő csigát. És mikor vége lett, akkor hozták a süteményt, és akkor nagyon jó beszélgettünk. Hallottuk a régi történeteket az idősebb emberektől, vagy éppen azt, hogy kivel ismerkedett, ők jobban tudták a pletykát, mondjuk úgy, ahogy most igaz, és elszórakoztunk. Ez volt a téli foglalkozásunk. Egy nagyon érdekes tevékenységet tanított itt a gyerekeknek. Azt mondta, ez volt a rongyszőnyegnek az őse. Mi is ez tulajdonképpen? Ez a csuhéból, vagy fosztásból, melyik vidéken minek hívják, a kukoricának a héja gyakorlatilag, és akkor abból szőttek, mert ugye az elődeinknek nem volt fölösleges rongya, és ugye akkor nem volt rongya, amit feldolgoztunk, és a csuhéból csináltak szőnyeget. Tehát lábtörlőt, ez volt lerakva, amikor felmázolták, takarítottak, felmázolták a földes szobát, és akkor szépen lerakták. Tehát ez volt a rongyszőnyegnek az elődje. És akkor csináltak belőle, például az édesanyám minden évben átszőtte a kanáltartót, ami a falra, mert hát ugye bepiszkolódott, befeketedett nyáron, és ezt ő télen mindig felújította. Tehát ezzel a technikával készültek a konyhai eszközök tartói is. Igen, igen. Akkor szatyor például nem volt az, hogy most váltáska vagy ez, hanem fosztás szatyor volt. Ez nagyon sok helyen ismerik egyébként ezt a fosztás szatyrot. Azért jó, ezek a gyerekek megtanulják ezeket a dolgokat, mert most is azt mondom, hogy nem azért kell a gyerekeknek átadni ezt a régi dolgot, hogy most ezt használják, mert végeredményben is ért használjuk már. De azért, ha szükség lenne rá, ott az ötlet, hogy valamikor gyerekkoromban láttam, hallottam, csináltam, és megpróbálom újra, mert elmondok egy történetet, hogy például gyerekkorom, fiatalasszony koromban árvízveszély volt. És akkor úgy felötlött, hogy édesanyám, mit csinálnánk, ha a hűtőbe ugye, a levő húst, például egy áron szünetnél, akkor mit csinálnánk vele? Ó, fiam, hát fognád és akkor lesóznád, és 2 hétig is eltartod. Ez nem jutott eszembe már nekem se. És akkor milyen jó ötlet volt. Most ha ezeknek a gyerekeknek nem adjuk át, akkor hogyan tudják megcsinálni azt, hogy egy túlélési technika, most így nevezik, nem? És tényleg ezeket a dolgokat úgy majd idővel, nem most, lehet, hogy majd mikor ők is ebbe a korba érnek, mint mi, akkor előveszik, és akkor így marad fenn, én szerintem legalábbis. Én nagyon szeretném a tudásomat átadni nekik, mert annál is inkább, mivel hogy én vagyok az utolsó egyed besenyszögön, aki ezt tudja művelni. És mióta tetszik szőni? Mondom úgy, ahogy volt. Még 10 évesen voltam már, mikor 2 szövőszék volt a háznál, és az egyikben én szőtem, a másikban meg a jóapám. De ez nem megélhetőség kérdése volt, ez csak bepótlás volt, és bizony-bizony ilyen gyerekként szőtem, ha kinéztem az ablakon, a jóapám már rám szólt, hogy ne a kint lévőkkel foglalkozzál, hanem szőjél. Otthon is tetszik dolgozni, vagy már csak a múzeumban jár be, hogy a gyerekeknek megtanítsa ezt a tevékenységet? A szószoros értelemben csak azért járok be a múzeumban, hogy hát ha valamelyik tényleg megszeretné,
és folytatná az én abba hagyott munkámat. Jól érzi magát a gyerekek között, ugye? Én jól érzem magam. Lehet, hogy a gyerekek túl szigorúnak tartanak néha, amikor rájuk ripakodok. Szigorú Pista bácsi? Hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem? Jó tőle tanulni? Persze, persze, persze. És sikerül-e mindent megérteni? Ügyes vagy már? Meg tudnál szőni egyedül egy szőnyeget? Hát azért még nem folyamatosan, de talán sikerülne. Még egy-két évig ide jársz, átvennéd a mesterségét? Talán csak menni fog. Ugye odáig ment az anyját neki. Ügyes vagy. Ez 20-30 év múlva fog is menni. Mi az, amit a fiatalok éppen végeznek? Hát elő széthasgassák, és akkor megsodorjuk, így kell a fakanára, és ebből volt valamikor a rongyóka, mert ugye nem, előtt nem telt szőnyegre, ebből csináltunk szőnyeget. Vali szőnyeget, le földre szőnyeget, padlóra, vagyis még akkor nem, ez így kell sodorni, így megsodortuk, és akkor így könnyen tudták a szövőt. Tulajdonképpen Pista bácsi szövőszékéhez készítik elő az alapanyag. De ők valamikor is úgy otthon megsodortuk, és akkor így vittük ő hozzájuk, és megcsinálták bárkinek. Mi volt az alapanyag? Ugye ma már tudom, hogy mindenféle pólóanyagokból készítik, de régen mi volt? Akkor is ilyen, ami kinőtt ruha, vagy amit már nem használtak, azt széthasgattuk, összevartuk, akkor így sodortuk, és akkor ez. Ilyen gombolyakba elvittük, azt volt, mikor 10 méter lett, volt, mikor csak 5 méter, mikor mennyi anyag volt. Amit kiselejtöztünk, már olyan ruhákat. A gyerekek a hagyományos tevékenységek, kismesterségek kipróbálása mellett részesei a múzeumi gyűjtemény gyarapodásának is. Júniusban van egy úgynevezett falukutató táborunk, ahol meghatározunk egy gyűjtőkört. Ez minden évben más, és ebből kifolyólag júniustól júniusig tart, és itt elhatározzuk, hogy melyik évben mit gyűjtünk. Például ebben az évben a gyűjtőkörünk a népi kismesterségek volt. Az ehhez kapcsolódó írásos anyagot, képi anyagot, tárgyi emlékeket összegyűjtjük, ezeket rendszerezzük itt a múzeumban a gyerekekkel, beszélgetünk róla, illetve van egy olyan vonzata is, hogy vannak bizonyos népi kismesterségek, amihez kedvet kapnak, és esetleg folytatják, vagy felelevenítik ezeknek a hagyományait a gyerekek. Hát tulajdonképpen arra veszik rá a gyerekeket, hogy maguk járják körbe a falut, keressék meg az időseket, és maguk találjanak rá az értékekre. Van mit találni még? Igen, igen. Azt gondoltuk a kezdet-kezdetén, hogy Imre bácsi mindent összegyűjtött, illetve az utódok, az örökösök kitisztították a padlásukat, pincéket. Nem így van. Minden évben találunk olyan kincseket, amiről nem is gondoltuk, hogy még ilyen egyáltalán létezik Besenyszögön, és minden évben tudnak még a gyerekek meglepetéseket okozni, akár egy régi fotóval, akár egy régi tárgyal, akár egy olyan emberrel, aki olyan dolgokról tud nekünk mesélni a riportjaink során, amiről nem is gondoltuk, hogy egyáltalán ilyesmi történt Besenyszögön. Szinte nem is érdemes föltenni a kérdést, de ugye élvezik ezt a gyerekek? Rettenetesen, rettenetesen élvezik. Élvezik magát azt a tényt, hogy ezeket a tárgyakat a kezükbe foghatják. És amikor meghallják a hozzájuk tartozó történeteket, akkor ugye egészen más fényben fog az a tárgy feltűnni, és egészen más feelingje lesz a dolognak, hogy így mondjam, 21. századiasan kifejezve, mert valami élményük, esetleg családhoz kötődő élményük is kapcsolódik hozzá. Mindemellett azt gondolom, hogy történelmet tanítani sokkal könnyebb így, hiszen biztos nem felejti el, hogy mire szolgált egy-egy tárgy, és hogy tulajdonképpen milyen tevékenységhez kötődött, hiszen egyszer a kezében fogta. Pontosan, meg aztán itt a múzeumnak a foglalkozásai, a múzeumban tartott foglalkozások, ezek mind-mind egy-egy tudomány területet ölelnek föl, annak ellenére, hogy a múzeum az valamilyen szinten azt mondjuk, hogy a történelemhez kapcsolódik, de például itt a mértékváltást is nagyon szépen meg tudjuk tanítani a gyerekekkel, mert amikor eljöttünk, és megnéztük ezeket a régi súlyokat, összehasonlítva a mai digitális mérlegekkel, akkor egyből rájöttünk, hogy hát tényleg a kilogramm mekkora súly volt, a gramm meg milyen picike, és esetleg a sajátos nevelési igényű gyerekekkel is gyönyörűen meg tudtuk ezt értetni a múzeum tárgyaival. A beérkezett tárgyakat aztán rendszerezik, megvan ennek a módja. Ebben is részt vesznek a gyerekek, illetve hogy történik maga a rendszerezés? Igen, vannak gyerekeink, akik kimondottan erre a digitalizásra
úgymond szakosodtak. Nagyon szeretik visszahallgatni ezeket a felvett riportanyagokat, ezeket digitalizálni, berakni a megfelelő mappába, a megfelelő témakörhöz, a tárgyakat úgymond vallatni. Ezekről ugye mindig leírjuk, hogy honnan gyűjtöttük, körülbelül milyen korú lehet, mire használták, kik használták, illetve használják-e még, vagy van-e neki valami 21. 20. századi megfelelője is. Ennek is utána szoktunk járni a gyerekekkel, és velük együtt, mindig közösen, mindig karöltve. Aztán, ha nem sikerül valamit megtudnunk, akkor az idősek otthon a besenyszögön nagyon nagy segítségünkre van, mert átmegyünk hozzájuk, átvisszük a tárgyat, és azt mondjuk, hogy addig minden el nem megyünk, amíg meg nem tudjuk, hogy mi volt ez, és mire használták. És ők meg tudják a választ. Igen, ott még mindig találtunk eddig olyat, aki tudott nekünk segíteni ebben a témában. A legfontosabb, hogy megmutatni nekik, hogy jöttünk valahonnan, származunk valahonnan valakiktől, akik letettek valamit az asztalra előttünk, és amit lehet, hogy mi nem is ismerünk, és amit esetleg továbbvihetünk, mint hagyományt, továbbvihetjük az emlékét, amit feltétlenül meg kell őrizni, és talán egy kis lokálpatriotizmust is beléjük nevelünk, nem titkolt szándékkal, mert azért ez egy jó kis adottságú falu, és szeretnénk, hogyha ezek az értékes gyerekek mind itt maradnának, és a mi falunkat növelnék, hogy úgy mondjam. Tehát ez egy nem titkolt szándékunk. A múzeumban sétálva, a múlt idéző tárgyak mellett az ablakokban, polcokon kedves kerámia figurákkal is találkozhatunk. Ezeket szintén az intézmény diákjai készítették. A művészeti iskola már igen régóta, 10 éve működik nálunk. Ennek az egyik területe a kézművesség. Amint a tárlaton is látszódik, rengeteg dolgot készítenek a gyerekek. Mindig arra törekszünk, hogy legyen valami funkciója. A funkció mellett nagyon fontos az esztétikai megjelenés. Kaptunk bizonyos felkéréseket, például a helyi muzeális intézménytől, hogy rendezzünk egy állandó, folyamatos kiállítást, az úgynevezett párkánytárlatot. A párkánytárlat azért nagyon érdekes, mert a gyerekek évről évre megújulhatnak, megmutathatja mindig az aktuális diákközösség, hogy mit készít, mit alkot. Ezeket évente lecseréljük, és újak jönnek. Nagy élmény egyébként a gyerekeknek, hogy kint van a múzeumban az én kis tárgyacskám. A tárgyaikról annyit, hogy mi ezt kipróbáljuk. Nem csak elkészítjük, kipróbáljuk. A gyerekek hosszú-hosszú heteken keresztül készítenek például almasütőt. Az almasütőt, aki foglalkozott már agyaggal, kerámiával, tudja, hogy nem leveszem kész és megvan, hanem megcsinálja, díszíti, festi, égeti, mázazza, 2-3 hét, mire ez elkészül, és utána, amikor mi ezt kipróbáljuk, az a gyerek, aki egyébként életébe almát nem evett, az alma sülten nagyon-nagyon ízlik. Mindenféle dolgokkal foglalkozunk még, az agyagon kívül megismerkedtetünk olyan technikákat, ami a művészeti iskolán belül, amit egyébként nem tudnának. A kismesterségek, szövés, mi is szoktunk rongyszőnyegeket és egyéb dolgokat. És nagyon érdekes, egyik része a kiállításnak ugye a párkánytárlat, de most, ahol vagyunk, az tulajdonképpen mi is, ha jól látom, egy istálló. Igen, ez egy régi istálló, egy csendőr laktanya volt ez, és ennek volt az istálló része, amit mindenki nagy örömére sikerült átalakítani egy foglalkoztató kis műhelyé. Ez azért nagyon jó, mert itt, ha látjuk, nagyon jó körülmények között dolgozhatnak a gyerekek, de biztosított a víz, viszont nem is kell annyira vigyázni rá, mint oda benn a múzeum területén, ahol a gyöngyszövés és egyéb más terület tud működni. A sültalmát mi is megkóstoltuk, valóban nagyon finom volt, de nem tudtunk ellenállni a gondos kezek munkáját dicsérő finom mézeknek, lekvároknak sem, mert hogy múzeum ide vagy oda, itt bizony sütnek, főznek is. A múzeumnak ez a helye a Mit eszünk, ha van eszünk című programhoz kapcsolódik. Ezt a programot Nagy Gabriella találta ki, és kicsiny gyerekekkel, felnőttek segítségével hajtotta végre. A program célja, hogy ismerjék meg a tartósítószer nélküli termékek előállításának a módozatát, amit meg is történt. Nagyon örültünk annak, hogy kiválóan lehetőséget kaptunk arra, hogy például a kemencés szilva lekvárt előállítsuk, illetve Besenyszögön és környékén megtalálható
vadontermű növények szürete és érdeke legyen az embereknek, hiszen páratlan sikere van a kökénylekvárnak, illetve a csipke íze, illetve a csipke mézes íze elnevezésű csipkebogyóból készült lekvárnak. A legfontosabb része az épületnek azonban a Chiobrini emlékszoba, hiszen az ő nevét viseli az iskola is. Az itt élők méltán büszkék híres szülöttjükre. Örülhetünk mi besenyszögiek, hogy Munkácsi díjas festőművészünk a falu szülöttje, és az ő életének megismerése nem csak művészettörténeti, hanem történelmi megközelítésből is nagyon fontos. Hogy ad lehetőséget ennek az embernek az élete arra, akár példaként, akár csak az apró eseményeket tekintjük, hogy a gyerekek ebből tanulni tudjanak? A gyerekek, főleg a 8. osztályosok nagyon sok időt töltenek történelem óra keretében itt a múzeumban, ugyanis Chiobrini Ferenc festő részt vett az első világháborúban, illetve a második világháborúban is. Az első világháborúban történelmi eseményeit fel tudjuk dolgozni az ő levelezéséből. És úgy, hogy a gyermekek elolvassák, itt a falon található a levél, és leírják, lejegyzetelik ezeket a leveleket, és hozzácsatolják az addigi tanult eseményekhez. A második világháborút szintén így tudjuk átvenni, illetve itt a zongorán található néhány fénykép, amelyet szintén megnézünk, és amelyet be tudnak azonosítani a történelmi eseményekben. Másrészt nem csak ezzel kapcsolatban, hanem elsősorban a polgárosodással kapcsolatban, a társadalmi változásokkal kapcsolatban is el tudom idehozni a gyermekeket, és megnézni, hogy hogyan alakult egy polgári családnak az élete, hisz Chiobrini Ferenc polgári családból származott. Emellett az életmód és kultúrát is meg tudom nekik mutatni a két világháború között, hisz Chiobrini munkássága két világháborúra is tehető, és ezáltal megnézzük a festményeit, hogyan és miként festett, mit tett a kor ebben a korban, illetve mi volt az az alap, ami az ő munkásságát előre mozdította. Gondolok én erre a falura, a lovakra, a tájra, ami meg mozgatta őt, illetve az ő fantáziáját. Kézzelfogható dolgokat látnak, tapintanak, olvasnak, ez aztán kézzelfogható eredményeket is hoz a jegyekben? Igen, igen, és visszajelzések is vannak, mondhatom, mert középiskolások is visszajöttek, hogy tanárnéni, most kaptam ilyen vagy olyan jó jegyet, mert akkor, amikor kim voltunk történelem órán, akkor az bennem megragadt, és ezt nagyon értékelték a középiskolában történelem órán. Illetve azt gondolom, talán megtanulnak egy másfajta tanulási, rálátási módszert. Igen, így van. Tehát nem csak azt tanulják meg ugye a szövegértést, hanem tulajdonképpen a gyereknek a alapvető jó tanulási módszere az, hogy látva tanulni. Látva és játszva tanulni, és ezáltal, hogy megnézik, megtapinthatják ezeket az eszközöket, tárgyakat, vagy esetleg leírhatják a korabeli dokumentumokat, ezek sokkal jobban megmaradnak a kis agyukban, mint hogyha csak elolvasnák a könyvből. És bízunk benne, hogy később is ezt kamatoztatják. Egy ilyen jelentőségű ember élete, aki itt nőtt fel, vagy esetleg itt élt a faluban, itt dolgozott, befolyásolja a hozzáállásukat a saját szülőfalujukhoz? Másképp ítélik-e meg önmagukat, illetve a helyet, ahol élnek? Szerintem mindenféleképpen, mert egyrészt sokkal jobban megismerik saját falujuknak a történelmi múltját is, Chiobrini Ferenc életén keresztül, másrészt más szemmel fogják nézni a saját falujukat, tehát a mindennapjukat. Másrészt, hogyha elmennek innen, akár középiskolába, csak Szolnokra, vagy esetleg messzebb, akkor mindenféleképpen vissza fognak vágyni. Egyfajta
családias környezetbe. Tehát tudják azt, hogy ők, hogyha ide visszajönnek, akkor visszavárják őket. És hogyha ide eljönnek, akkor mindig megtalálják a saját múltjukat és a saját történelmüket tulajdonképpen, a gyökereiket. Mindig úgy érezzük, hogy kötődnek valamihez olyan érdekes módon a gyerekek. Egy-egy pici kis emlék marad. Akik már kimentek innen, azokba is érezzük, hogy de amikor a múzeumban voltunk, mi ugyanis annak hívjuk ezt, akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy ez nem múzeum, de így emlegetjük a településen, és például az utcán is ezek a gyerekek tisztelik azokat az embereket, akik itt valamit átadtak nekik. Fölnéznek rájuk, mert hogy olyan dolgokat mondanak nekik, amivel ők naponta nem találkoznak. Önök az Örökség című magazinunkat látták, megtisztelő figyelmüket ezúton is köszönöm. Viszontlátásra!